Ilyen magas szinten még sem az Európai Parlament, sem az Európai Bizottság nem foglalkozott a Beneš dekrétumok negatív hatásaival, mint a közeljövőben fog. A magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó jogszabályok ma is érvényben vannak. Bár Csehszlovákia megszűnt, a két utódállam egyike sem volt hajlandó hatályon kívül helyezni a magyarok és németek millióinak üldözésére alapot adó diszkriminatív dekrétumokat. Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója van itt a stúdióban. Köszöntöm, jó estét kívánok! Kezdjük csak akkor, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Ugye a Beneš dekrétumok megléte a 21. században önmagában is nonsens. Hogy lehet az, hogy ezt nem lehetett eddig megsemmisítetni? Hát én azt mondom, talán azért nem, mert az Európai Unió tehetetlen ilyen kérdésekben. Sok mindenben nagyon aktív és erős és határozott nemzeti kisebbségek, őshonos nemzeti közösségek vonatkozásában egyáltalán nem. Csak akkor, ha már háború van, vagy vér folyik, mint a Balkánon. Ugye egy bocsánatkérés sem történt a cseh vagy a német állampolgárok? Az a különbség Csehország és Szlovákia között, hogy Csehország bocsánatot kért nem csak a zsidóktól, hanem a németektől is. Szlovákia szintén bocsánatot kért a zsidóktól és a németektől, mindez nagyon rendben van helye, de magyaroktól nem. Hát ennek üzenete van, ennek történelmi üzenete van. Abszolút, ugye tulajdonképpen elvették ezeknek a magyar és német polgároknak a földjét, a házát, a személyes ingatlan vagyonuktól megfosztották őket. Bármiféle kárpótlásban, akár Csehország, akár Szlovákia részéről volt joguk, vagy ez megtörtént velük szemben? Hát az idő rövidsége miatt maradjunk most Szlovákiánál, a felvidéknél. Szlovák barátaink 2003-ban hoztak egy kárpótlási törvényt, amely szerint a elkobzott mezőgazdasági ingatlanok után kárpótlást adnak, de itt két súlyos diszkrimináció történt. Az egyik, hogy a magyarokat, akik a Benesi dekrétumok miatt kitelepítésre kerültek és vagyonelkobzásra ki akarták zárni ebből, és ezért úgy döntöttek, hogy a kommunista hatalom átvétel után, 1948. február 25-e után történt vagyonelkobzások esetében érvényes akár a kárpótlás. És a másik, ami még ennél is súlyosabb, hogy azt mondták, hogy csak azok kérhetnek kárpótlást, akik az adott időpontban, 2003-2004-ben szlovák állampolgárok és Szlovákiába állandó lakhelyen rendelkeznek. De itt belefutottak egy belefutottak egy olyan esemény sorozatba, amire nem számítottak előre, ugyanis Szlovákia 2004. május 1-ével az Európai Unió teljes jogú tagja lett, és a kárpótlási törvény 2004. december 31-ig volt hatályos. Vagyis 8 hónap alatt be kellett volna fogadni az összes állampolgárnak az irányirányú kérését, mert az Európai Unió egyik alapelve nem lehet ilyen súlyos diszkriminációt csinálni, hogy az többi uniós polgárt kizárni ilyen ürüggyel ebből a folyamatból. Ez egyébként sérti az egyik legalapvetőbb uniós elvet, a tőke szabad mozgásának az elvét, mert ugye hát nem kaphatja vissza a földjét, nem folytathat újból mezőgazdasági tevékenységet. Most ez a súlyos diszkrimináció, ez napfényre került, illetőleg a magyar képviselők az Európai Parlamentben ezt elkezdték nézegetni, és elkezdtek foglalkozni ezzel, és a történet azért nagyon, nagyon szimpatikus és nagyon szerencsés, mert most nem fallal mentek neki a falnak, hanem jól előre készítették az egészet, és évekkel ezelőtt egy francia képviselőt megkértek, hogy kérdezze meg a bizottságtól írásbeli választ várva, hogy olyan esetben, hogyha egy tagállam kárpótlást ad a korábbi jogtalan ingatlan elvételek miatt, abból ki lehet-e zárni más tagállamból élő állampolgárokat, akik valamikor az adott ország polgárai voltak. És a válasz nagyon gyorsan megjött, nem, súlyosan diszkriminatív, ezt nem lehet. És akkor lépett a színre Csáki Pál 2015-ben, és azt mondta, hogy hát tisztelt uraim, akkor mi a helyzet a Beneš dekrétum a káros útjaival? És hát a bizottság szeme fennakadt, és nem kaptak levegőt, és megkérdezték Szlovákiát, a pozsonyi kormányt, hogy mi az álláspontja. És a pozsonyi kormány azt mondta, hogy igaz, való igaz, sajnos ez történt, de olyan kevés embert érint, hogy ne foglalkozzanak vele. És a bizottság ezt eléggé el nem ítélhető módon magáévá tette, holott egy embert ért sérelem, neki is jár a jogos jogorvoslat. És itt léptünk be mi, a Kisebbségi Jogvédő Intézet,
és azt mondtuk, hát akkor felkutatjuk a károsultakat. Ugyanis a törvény nagyon helyesen úgy rendelkezett, hogy az egyenesági leszármazottak, hiszen 7 évtized eltelt azóta, ők örökölhetik ezt a jogot, és így 2 hónappal ezelőtt, itt az EHO televízióban is voltunk december vége felé, vagy december közepén, elindítottunk egy folyamatot, vártuk a jelentkezőket. Mindjárt beszélünk a részletekről, illetve a kimenetelről, de eszembe jutott, hogyha már a 2000-es évek elejéről beszélt, illetve az uniós jogharmonizációról, hogy 2007-ben Pozsonyban megerősítették sajnos, a Benes dekrétumokat. Igen, ez azt jelenti egyébként, hogy akkor a Benes dekrétumokban foglaltak, azok harmonizálnak az uniós joggal. Abszolút hogy nem. Tehették meg ezt akkor? Egyáltalán nem. Hát szemet úgy felette a bizottság, vagy az Európai Unió, de most minket, és most úgy érzem, hogy egy akkora részt sikerül ütni ezen a Benes történeten. Egyébként az is érdekes, kevesen tudják, hogy Benes Londonból, az emigrációból ugyanazzal a programmal jött haza, mint Klement Gottwald a kommunista Moszkvából, pedig nem is beszéltek össze, hogy szintiszta csehszlovák államot kell létrehozni, szintiszta szláv államot kell létrehozni, és a magyarokat és a németeket ki kell utasítani az országból. A nyugati hatalmak, tehát a 4 győztes hatalom elfogadta a németek kitelepítését, végre is hajtották könyörtelenül. A magyarokét viszont az angolok és az amerikaiak megvétózták, nem engedték, és akkor jött, tehát a történet hosszú, most nem lesz rá időm, hogy elmeséljem, szovjet támogatással ez a bizonyos lakosságcsere. Beszéljünk ugye az anyagi kárpótlásról, hogyha ezt sikere végig tudják vinni, akkor számítanak arra, hogy esetleg az erkölcsi kárpótlásban is sikere járnak? Hát erkölcsi mindenképpen már most az ajtóban van az erkölcsi, azzal, hogy elismerték, hogy ez diszkriminatív volt, és az egész jogsértő volt. Még nem a Benes dekrétumok, hanem ez a kárpótlási törvény. De itt az a lényeg, hogy mi kivittünk tegnap előtt 1144 nyilatkozatot aláírásokkal a bizottságnak, és hát átvették a dossziékat, és átcipelték egy órás tárgyalás után az irodáikba. E felett már nem lehet szemet fújni. Szóval itt valamit lépni kell, és ez azon kívül, amíg kint voltunk 2 napig, az alatt 116 új igény jött be. De most szinte nem is lineárisan, szinte exponenciálisan emelkedik az igények beáramlása, és azt is hozzá kell tenni, és ez is egy fontos körülmény, hogy nem csak Magyarország érintett ebben, Magyarországon élő magyar állampolgárok, nagyon sokan élnek Csehországban, de 90 ezer ember telepítettek ki, meg vittek kényszermunkára, Magyarországra meg 110-et, sokkal többet, mint ahány szlovák innen áttelepült a lakosság cserénél, és Ausztriában, Németországban, Csehországban, sőt, jöttek igények Romániából is, meg Kanadából is. És várható akkor, hogy még majd érkeznek is be későbbiek fel. Ugye Szlovákia jelenlegi igazságügyi minisztere Hídmoszt színeiben politizál, és 2004-ben vagy 2007-ben ő is megszavazta a Benes dekrétumok megerősítését. Számítanak? Ezt nem tudom, sajnos. Ezt sajnos nem tudom. Számítanak bocsánatkérésre a szlovák kormánytól? Hát mi számítunk bocsánatkérésre, és akkor már, ha felhozta a témát, akkor elmondom, hogy Csáki Pál indított ezzel párhuzamosan egy másik folyamatot. Hamarosan az Európai Parlament fel fogja kérni Szlovákiát, hogy vizsgálja felül a Benes dekrétumoknak azt a 13 vagy 14 elnöki rendeletét, ami ezt a törvénytelen kollektív bűnösség alapján kimondott alapvető emberi jogokat sértő határozatot hozta. Minden esetre a folyamat tehát elindult. Igazgató úr, köszönjük szépen, hogy itt volt. Én köszönöm, hogy ide jöttem. Ősztől új évad, röviddel utána pedig egy megújult opera várja a közönséget. Ókovács Szilveszterrel folytatjuk rövidesen.